Az Együtt Egymásért Jövőnkért Közhasznú Egyesület 9. alkalommal vállalta, hogy a tiszafüredi gyermekek számára megrendezi a Városi Mikulás ünnepséget. A rendezvényre december 7-én vasárnap délután 2 órakor kerül sor a Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban. Az esemény helyszínén beszélgettünk az Egyesület elnökével, Pece Lászlónéval. Elnök asszony, hanyadik Városi Mikulás napot szervezik meg? December 7-én délután 2 órától kezdődően ez a 9. Mikulás nap, amit megszervezünk, és nagyon reméljük, hogy majd a jubileumi 10-et is meg fogjuk tudni szervezni. Hogyan emlékszik vissza rá? Változnak ezek a Mikulás napok, vagy van egy jól bejáratott rendszere, és igazából azt kell megszervezni? Hát az első pár rendezvényünk az nagyon különbözött egymástól, kerestük az utat, hogy mi lenne jó a gyerekeknek, hogyan lehetne pörgőbbé tenni, változatosabbá tenni, és egy pár évvel ezelőtt azért kialakult, hogy mit szeretnek a gyerekek. Nem azt kell, amit mi szeretnénk, hanem a gyerekek mit szeretnének, és ugyanúgy, mint jó pár évvel ezelőtt ugye elkezdtük, hogy nem ugyan Mikulás naphoz tartozik egy ilyen ugrálóvár, de a gyerekeket ebben a téli időszakban, ahol a mozgásigényüket igazán nem tudják kiélni, ezért gondoltunk arra, és nagyon jól bevált, hogy egy ilyen részt is behozunk ebbe az ünnepségbe, kézműves foglalkozásokon kívül természetesen. És hát az ajándékozás is változott, mindig az attól függ viszont, hogy mennyi támogatónk van, hogyan tudunk a csomagok mellé még ajándékokat biztosítani a gyerekeknek. Én visszaemlékszem arra, hogy önök, mint gondos házi asszonyok, vendéglátásról is szoktak gondoskodni. Ezt szervezték-e most, vagy ez is a támogatókon múlik? Támogatókon múlik, de szerencsére a támogatók és jó pár támogatónk 2005 óta mellettünk áll, úgyhogy meg lesz most is a vendéglátás a csomagon kívül. Önök kitaláltak egy nagyon érdekes ajándékozási formát, kezdetben tombola volt, azután pedig mindenki kapott sorsjegyet, vagy mikor mentek el, akkor kaptak plusz ajándékokat. Most ez ebben az évben hogyan lesz? Hasonlóan lesz ez, és amikor bejönnek, pecsételjük a kezüket, kis mesefigurákkal kapnak egy ilyen tombola-szerű jegyet, amire megkapják a Mikulás csomagot, illetve azt az ajándékot, amit majd még most is várjuk az adományozóktól, és ígéretet is kaptunk, hogy még mindig fogunk hozzájutni, amit a gyerekeknek továbbíthatunk. Mi lesz most a Mikulásváró műsor? A Mikulásváró műsor a hagyományos műsorszámmal kezdődik, ugye a két tánccsoport, az Excellence és a Majorette csoport fog fellépni egy nagyon rövid műsorszámmal, és utána nem minden évben szoktuk meghívni a bűvészt, de az idén itt lesz, és egy új bohóc páros fogja a gyerekeket majd szórakoztatni. A beharangozó az, hogy nagyon szeretik a gyerekeket, nagyon jó műsoruk van, hát kíváncsi vagyok, hogy a gyerekeknek is hogy fog tetszeni, illetve az ugrálóváros is azt mondta, hogy meglepetéssel fog szolgálni. Mikor érkezik majd a télapon? Hát úgy tervezzük, hogy 4 órakor, de hát ezt ugye nem nagyon lehet kiszámítani pár perc késéssel, vagy előbb, ez majd, hogy a műsort hogyan tudjuk kordába tartani, így alakul ki, de 4 órakor tervezzük, hogy a Mikulás, hiszen rövidre szeretnénk a műsort fogni, hogy a gyerekek hagy játszanak, hogy foglalják le magukat a kézműves foglalkozásokon, hiszen szokásunkhoz híven megint 5 vagy 6 asztalnál különböző kis ajándéktárgyakat tudnak készíteni, arcfestés, hát amit szoktunk, csak éppen mindig más a termék. A gyerekeket valószínű nem érdekli, de a felnőttek kedvéért csak megkérdezem, milyen fajta forrást kellett összegyűjteni, megkeresni ahhoz, hogy meg tudják rendezni az eseményt? Hát ez nagyon változó, ez a forrás. Az idén már magánszemélyek is adakoztak kisebb-nagyobb összeggel, illetve azt a hagyományos vállalkozói kört kerestük meg, akik eddig segítettek. Nem zárkóztak el, még ha helyenként kisebb összeggel is, de minden forintnak megvan a helye, és nagyon köszönünk mindenkinek, aki részt vett
abban segítségével, támogatásával, hogy most is meg tudjuk rendezni ezt a Mikulás napot, és én úgy gondolom, hogy a gyerekek nagy-nagy örömére fog ez végre hajtódni. Elnök asszony, kérek akkor egy meghívót a gyerekek számára, hova, mikor várja majd őket a télapon? Nagy szeretettel várunk mindenkit. 7-én vasárnap délután 2 órától a sportcsarnokba, és hát nagyon szeretnénk, ha minél több gyerek és kísérő megjelenne. Köszönjük szépen a meghívást. Én köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel.